Vizsgálatot indított az Európai Bizottság a román parlament által elfogadott úgynevezett szupermarket törvény kapcsán. Brüsszel azt szeretné kideríteni, hogy a jogszabály sérti-e az uniós jogot. Az elfogadott törvény előírásai szerint a romániai szupermarketek kötelesek lennének árukészletük 51%-át az úgynevezett rövid láncon beszerezni. A rövid beszerzési lánc kifejezést éppen azért használták a jogalkotók, hogy ne tudja Romániát Brüsszel protekcionista intézkedésekkel vádolni. Ugyanakkor a honatyák azt sem titkolták, hogy a romániai kistermelők megsegítése a cél. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő szerint a törvény megalkotása mögött nyomós indokok húzódnak, és sok függ attól, hogy a kormány képviselői hogyan érvelnek az Európai Bizottság meghallgatása során. Védhető egy ilyen törvény, de ezt a kormány, illetve a versenyhivatalnak az illetékesei kell megtegyék Brüsszelben. Történhet olyan, hogyha mégis van az uniós joggal ellentétes rendelkezés a törvényben, akkor első lépésben a bizottság feltólítja Romániát, hogy módosítson a törvényen. A nagy áruházláncok erős lobbival rendelkeznek Brüsszelben, kifogásaikra az Európai Bizottság mindig nagyon odafigyel. A közelmúltban azért indított a bizottság szerződésszegési eljárást Szlovákia ellen, mert a szupermarketeket arra kötelezték, hogy részleteket közöljenek arról, hogy kínálatukban mekkora a helyi termékek aránya.